Szeretett testvéreim, a pénteki házi csoporton is arról beszélgettünk, hogy szabad-e minden megkötöttség nélkül örvendezni a hívő embernek, és arra jutottunk, hogy igen, lehet, ime, virágvasárnap is örülhettek, és az Úr Jézus nem állította le őket. Nem állította le őket. Tulajdonképpen ennek az örvendezésnek, mintha kezdene a kereszténység soraiban elmúlása lenni. Nem véletlenül írt egy híres keresztény író arról, ez a könyvének a címe, Hová lett az örömhír? Sokkal több szomorú képű, szomorú arcú ember van a keresztények között, mint örvendező. Pedig, ha valakinek van öröme, vagy lehetne öröme a hívő keresztény embernek, föltétlen lehet, hiszen múlhatatlan örömforrás áll rendelkezésére. Minden szomorúság, bánat alapja tulajdonképpen a halál. A haláltól való félelem. A betegségtől is azért fél, mert két lehetősége van a betegnek. Vagy meggyógyul, vagy meghal. Aztán eljön egy idő, amikor már nem vagy-vagy, hanem meghal. Igen ám, de tovább is van, és mondom még. Örök élete van az embernek, és ennek az örök életnek két szakasza van. Van egy földi szakasza, ez véges. Kinek mennyi adatik. És van egy örökké való szakasza, de az örök élet mindenképpen itt kezdődik. És ha már megkezdődik az öröm, ha már belépünk ebbe az örömbe, ennek nem lesz vége soha, mert a halál sem szakítja meg. Folyt köv. Majd oda át, ahol nem lesz többé bűn, baj és betegség, se holtreményű gyász, csak öröm, dicsőítés. És ezt az örömöt, ennek az örömnek a folyamába már itt be lehet lépni. Hát hogyan? Hát olyan körülmények között megvonja a vállát, minek örüljek? Hát igen, aki ezt kérdezi, annak tényleg meg kell mondani, hogy minek. Minek örülhetnél? Nos, hát körülmények. Mondok én egy alliterációs körülményt. Börtönben, bilincsben, betegen. Örüljetek az Úrban! Ismét mondom, örüljetek. Hát ha ő ezt mondja, akkor ő ezt cselekedte is. Ő örvendezett. Ilyen örvendező népet szeretne látni az Úr már itt is, és nem csak virágvasárnapon. Amikor ugye a bibliai történet is magával ragad bennünket. No de hogyan lehetne? Erről is szó volt pinteken, és hadd mondjam el, hadd áruljam el személyes bizonságtételként, hogy én ezt gyakorlom. Tudnélik, a hálaadás az öröm hangja az ember életében. Vedd számon az áldást, vedd mind egyenként, s lásd az Úr kezéből, mennyi jó is ért. Hát ne ragadj le a rossznál! Nem ez a végső cél, hogy keserget Izrael népe a pusztában. Fölteszem a kérdést, hát a pusztát ígérte nekik? Nem, a Kánaánt, és a Kánaánnak, a mennyei Kánaánnak lehet és kell is előre örvendezni. Mert a szomorú szív, a szomorú arc taszít
az örvendező pedig vonz. Hát legyen ilyen vonzása. Tulajdonképpen két mondatot mondok, és tulajdonképpen egyik szinonimája a másiknak. Az egyik, amit már mondtam is, de mondjuk más szavakkal is, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Mindenekben hálákat adjatok. Mert ha hálás tud lenni az ember mindenért, a mindenekben azt jelenti, hogy mindenért. Mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. De figyeljük csak meg a mondatot, fordítva is igaz. Akiket az Isten szeret, azoknak minden javukra van, és kiket nem szeret. Nos, helyezkedjünk bele. Egy verssel fejezem be. Alapigéje van. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallgatta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Epedve vártam őt, és nem hiába, meghallgatott az Úr, és kiemelt a süllyedő iszabból engemet, bizonytalanságból, szilárd sziklára. Bűnöm miatt nem ítélt pusztulásra, útján biztossá tette léptemet, nem értem, így nagyon miért szeret, szívét előttem ennyire kitárva. Napról napra körülvesz sok csodája, szívem, szavam ezért őt áldva áldja, minden tettét fel sem sorolhatom, boldoggá tesz, hogy mégis mondhatom, új éneket adott a számba, alaphangként, mely őt dicsérő hála.